A Kiberma mai adásában megismerhetünk egy mesterséges intelligenciát, amely zenét készít. Csiti és Endre együtt próbálnak megszökni egy virtuális börtönből. A Vezető Informatikusok Szövetsége nyári táborainak állomásain jártunk, ahol a gyerekek előadásokat hallgathattak meg a világ legnagyobb cégeinek szakembereitől. Az adás alatt pedig figyeljétek a kérdést, ismét értékes gamer nyereményekért játszhattok. Vajon mi a közös ebben a zenében? Ebben? És ebben? Ez nem rejtvénykérdés, és valószínűleg soha ki nem találnátok. Ami összeköti őket, az az, hogy egyiket sem ember szerezte. Hát akkor ki? Egy robot? Nem egészen. Egy számítógép? Melegszik, de nem. Ezeknek a zenéknek az apukája és egyben anyukája egy Éva nevű mesterséges intelligencia program, vagyis AIVA, egy AI, pontosabban Artificial Intelligence. Még pontosabban egy öntanító és öntanuló zeneszerző program és virtuális művész. Éva képes érzelmes zenei alapot készíteni egy nagyjátékfilmhez, videójátékokhoz, reklámokhoz és bármilyen szórakoztató tartalomhoz. És mivel a csendet nem szereti a szórakozni vágyó érzeleméhes nagyérdemű, ezért Évának van dolga bőven. Tanulmányait a zeneirodalom Kotta gyűjteményének átnyálazásával kezdte. Egyszerűen bemagolta a Mozart, Beethoven és Bach összest. Hogy miért? Hogy megfejtse a zeneiség matematikai modelljét. Úgy is mondhatjuk, hogy az emocionális dallamvezetés racionális hátterét. És sikerült neki. Így viszont már semmi sem állítja meg, hogy egészen egyedi dallamokat kreáljon, sőt, mint zeneszerző hivatalosan bejegyzésre került, és jár neki a szerzői jogdíj is. Mármint a csapatnak, akik Éva mögött állnak. Ő Pierre Barreau, a csapat vezetője, Éva kitalálója. Pierre egyébként zongorista, számítógép programozó és egy művész család sarja. Éva ötlete egy mozi élményből született, a Hearst című sci-fit nézte, ahol a mesterséges intelligenciával rendelkező robot egy csodálatos zongoradarabot komponált. Na, innen datálódik az algoritmizálható zeneszerzés gondolata. Azóta Évának már külön YouTube, Spotify és SoundCloud csatornája van, tel is tele zenékkel, amelyek alapvetően klasszikusok, hiszen Pierre szerint a modern zene inkább a zenei hangzásról, mint a dallamfűzésről, a komponálásról szól. Bezzeg Éva maga a zenei tökéletesség, nincs előtte technikai és zenei lehetetlen. Kellenek egyáltalán még zeneszerzők? Kihal egy újabb szakma? Pierre szerint nem, sőt. Új projektje már Éva és zenész tehetségek együttműködéséről szól. Ráadásul már készíti a personalizálható zeneszerző házi robot modelljét, aki például a gazdi hangulatának vagy a napszaknak, esetleg a vendégek összetételének megfelelően ontja majd magából az egyenre szabott és teljesen egyedi zenei kompozíciókat. E heti kérdésünk, mit csinál Éva a mesterséges intelligencia? Múlt heti nyertesünk Balog Attila, Budapest. Egy klassz csapattal vagyok itt ebben a táborban, a Vezető Informatikusok Szövetsége szervezi, és ez a tábornak a profilja az, hogy ez informatikával, olyan jellegű programokkal azon belül is foglalkozzon, mutassa meg a gyerekeknek, amelyek egy online elérhetőség, tehát otthon is kipróbálhatja, itt mint egy ilyen kis gyümölcsös kosár, mindegyikbe belekóstolhatunk, és akkor abban mélyedünk el, amit a csoport éppen kíván. Vagy hát otthon ő tovább viszi, és akkor abban elmélyed. A korosztály vegyes, de azért az általános iskola mellett maradunk, olyan 10-től 14 éves korig. Éppen most mit csináltok, milyen programot használtok, vagy teszteltek? Hát azt csináljuk, hogy le kell magunkat fényképezni, és megmutatja, hogy hány évesek vagyunk, vagy... hát igen. És mennyire adott reális képet egyébként? Igazat mondott a gép? Nem. Mennyit mutatott neked? Hát az én koromat 20 évesnek. 20-26. És mennyi vagy egyébként? 13. Nektek mit mutatott a gép? Nekünk nagyjából reálisat mutatott. Lehet neki azért, mert ugye szemüveg van rajta, szerintünk, meg
mondjuk lehet ezzel kicsit viccelődni, hogyha mondjuk más grimaszokat vagy ilyeneket, akkor azért mellé szokott nézni a gép is. Itt a ipari gáz és gőzturbinalapátok és komponensek készülnek a világ második legnagyobb turbinalapátgyára. A gyerekek egy egyhetes programozó kurzuson vesznek részt. A tegnapi nap folyamán én tartottam nekik oktatást ipari 3D nyomtatással kapcsolatban és 3D modellezés tervezéssel kapcsolatban. Az alapismereteket elsajátították, Siemens Solid Edge szoftvert használtuk. A tudásuk az szerintem kielégítő ezen a téren, megtanulták rendesen használni a szoftvert. Mennyire volt nehéz használni? Hát elsőre nagyon nehéznek tűnt, másodszorra, harmadszorra már. Ha figyeltél legelőször, amikor mutatták, akkor már könnyebb volt. Abban biztos vagyok, hogy kulcstartó gyártásban profik vagytok, de mik lesztek, ha nagyok lesztek? Hát nem hiszem, hogy amúgy ilyennel fogunk foglalkozni, hanem nem nagyon ráálltunk az autótervezésre, meg az ilyenekre. Mi az oka annak, hogy eljöttetek ebbe a táborba? Mit akartatok megtudni, megtanulni, vagy újdonságot összeszedni? Igazából abban említettem, hogy valamilyen új programnyelveket ismerhetünk meg. Hát be is teljesedett, tehát volt egy pár újdonság. Azért jöttem, mert már három éve jövök ebbe a táborba, és a kedvenc részem az mindig is az a ezek a hát ilyen elektromos tárgyaknak az irányítása, a drónok irányítása, a robot programozása, a LED programozása, hogy én nem szeretek így úgy leprogramozni dolgokat, hogy utána az csak a gépen van meg, hanem szeretem utána látni, és azt, amit leprogramoztam, azt csinálja. Ezek a robotok különféle szenzorokkal rendelkeznek, és így lehet mindenféle izgalmas dolgokat tanítani nekik, például, hogy ne menjen neki a falnak, ne ugorjon le az asztalról, és a többi, de lehet bonyolultabbakat is, tehát például rajzoltatni is tudunk, ez majd délután fog bekövetkezni. Igen, hát ami itt a háttérben látszik, ez a Kodu nevű játék, ami valójában ez is egy programozási felület. A három dimenzióban tudnak különböző figurákat, karaktereket beprogramozni mindenféle dolgokra, hogy mozogjanak, lőjenek, küldetésekre menjenek, és nem tudom én, gyűjtsék a pontokat azzal, hogy mondjuk almákat szednek össze, vagy meneküljenek el az ellenség elől. Lányok, kérlek, mutassátok meg nekem, hogy miket készítettetek, milyen kulcstartótok van. Mindenki egyébként más betűtípust keresett magának, vagy hogy nézett ki ez a program pontosan? Hát mindenki olyan betűtípust, hát volt a Times New Roman, amivel kellett ezt csinálni, az volt a betűtípus, és a betűméretet azt mindenki magának állította be. Mennyire volt egyébként nehéz számotokra ez a feladat? Hát nekem csak egy kicsit volt nehéz. Egy nagyon sokszor csináltok egyébként ilyet, akár otthon, vagy akár az iskolában, mondjuk számtek órán? Hát mi még nem csináltunk ilyet, csak én most csináltam itt először. Inkább a játékok dominálnak. Tehát ez a specializáció, mert ugye őrült nagy területe van az informatikának, azért az nem annyira jelenik meg egy átlagosztályban. Kevés kirívó van, de nem kimondottan. Tehát a játék dominál. Az, ami inkább már... Hát telefonon, az okos telefonok azok dominálnak, az asztali számítógépek kevésbé. Törzsnézőinknek nem kell bemutatni Bereznai Danit, aki nemrég az F1 2019-es játékot tesztelte az M4 sportriporterével Szelecki Ádámmal. Most viszont immáron, mint az Alfa Romeo F1-es e-sport versenyzője, beállítások nélkül ment világrekordot a magyar e-sportoló, ami ebben a fiatalok körében népszerű területen világra szóló eredmény. A magyar szimulátoros átigazolásával és ezzel az új világrekorddal viszont nehéz helyzetbe hozta régi csapatát, a német Mercedest, akik nagy valószínűséggel hozták volna az idei új világbajnoki szezont a Forma 1 e-sport világában. Dani, a Kiberma és a magyar e-sport rajongók nevében gratulálunk, és további sikereket kívánunk neked! Sziasztok, ismét itt vagyunk Csitivel, és ezúttal egy olyan játékot fogunk kipróbálni, ami egyébként már kijött egy ideje, de nem volt lehetőségünk akkor tesztelni, és most rácsaptam. És a lényeg az, hogy lehet választani két ember közül, ugye, hogy kivel vagyunk, és mindjárt kifejtem, hogy ez miért érdekes. Előtt hétben poénkodtál, hogy biztos te vagy a pajászossal. Én szeretem a pajászossal, jó. Persze. És itt közben ezt nézzük meg, hogy itt ugye rögtön leírják, hogy te 36 éves vagy, én 43. Nagyjából ez így. Nagyjából, helytálló. Ez tökéletes helytálló.
És akkor itt van, hogy mit tudom, az én karakterem ilyen Vincent Moretti, és akkor csalásért 14 évre börtönre ítélve. Ó, hát, de egyszerű, hogy hívják vagyok. Fegyveres rabló. Fegyveres rabló. Igen, és 6 hónapot letöltött 8 évből. Olyan társak leszünk most ebben a játékban, hogy a feladatokat csak együtt tudjuk megoldani. Ez a VEU című játék, ami csak és kizárólag ketten lehet játszani, és hát nyilvánvalóan a börtönből kell majd együtt kiszöknünk, és te azt mondtad, hogy imádod az ilyen börtönsztorikat. Persze, de előtte azért vajszint kérlek, hogy hány hétig kerestél barátot, akit ide tudtál magad mellé ültetni, hogy egy valaki játszom veled. Egy évig. De egyébként igen, erről még mémek is vannak, hogy valaki megvett erdőskúi sír otthon, hogy most mit csináljon, meg hogy kell tudni a kezdőképernyőn, mert nem tud joinolni valaki hozzá. Magyarul maradhattam volna otthon is, mert ott nagyon jó barátok vagyunk. Igen. Meg egy jobb is lett volna, akkor csak én beszélnék most, és nem kéne ezt hallgatni. Igen. Szóval igen, egyébként visszatérve a kérdésedre, én óriási szökés rajongó voltam, és imádom azokat a filmeket, ahol ilyen rendkívül okosan és összetett tudással kell kijutni különböző börtönökből, és ahogy így előzetesen megpedzegetted, valószínűleg ez a játék erről fog szólni. Egyébként szeretném hozzátenni, hogy az átok, amit te váltottál ki, hogy amikor fifázunk, akkor mindig, hogyha felvesztük, akkor ugye te nyersz, tehát mindig, és egyébként bent a kollégák is már mindig ezzel jönnek. Ez az átok, ez egyébként teljesen rám szállt, ugye múltkor abban az adásban, amiben nem tudtál jönni, amikor gokárton versenyeztünk, ott konkrétan azt történt, hogy mentünk 4 versenyt, abból 3-at megnyertem, és azt az egyet vettettük be adásba, amit nem. Tehát megint ez van, hogy... Ezt hívják nyerő típusnak, jó versenyző sportolónak. Igen. Mindig akkor nyer, amikor kell. Játszhatok volna online is, de ez így vicces, nem? Hogy egymás mellett ülünk, és akkor így tudunk közben beszélgetni. Szerinted leengednek engem oda hozzá? Hát szerintem nem. Én még itt közben bejelentkezek éppen, leadom a személyigazolványomat. Tehát nyilvánvaló, hogy most egy nagyon kis területét tudjuk megmutatni a játéknak, de reméljük, hogy kedvet hozunk egy-két embernek ahhoz, hogy ez a klasszikus coach-coop, tehát jó, magyarul egy kicsit ez ilyen nyelvtörő, de hogy ez a klasszikus, amikor régen egyfajta vesztjátok haverokkal, hogy C64-es, meg ilyen korszak, hogy együtt játszhatunk a gép előtt. Ma meg majd a PSN miatt ugye csomószor nem kell felállnunk a géptől, hogy nem kell összejönnünk ahhoz, hogy játszunk. Ez ki is jelzi nekem, ott vagy fönt. Ja, aha. Találkozzunk. Nekem kell egy új barát. Ja, nem, én valami más. Ajaj, várjál, megyek segíteni. Hol vagy? Nem tudom, most egy ilyen szakács. Ott, megyek segíteni, ha föl tudok menni. Tudsz joggolni. Ja, na végre. Igen, jövök. Nem tudok át hozzád félni, látod, mert itt többen néznek, de most itt... Kicsit úgy néz ki a karakterem, mint a farkas ember, nem? Hopp, most fogunk találkozni. Na, már benn is vagyok. Te vagy ez a nyomi? Aha. Úgy, hát ez én... Ki sem mondom. Egész szép a grafikája is. Igen. Meg szerintem ez teljesen, ez belél is illik a környezetbe. Tehát én nem hívnám ezt ilyen céltalan erőszaknak, értelmet mondok, hanem ez belélik a sztoriba, nem? Tehát, hogy... Ja, persze, hogy random börtöntöltelegeket üssünk, az teljes mértékben beleélik. Hát de nem mi kötöttünk beléjük, hanem ők. Most ez egy ilyen tasli volt. De jó, egyébként jól meg van csinálni. Ó, és most legjobb barátok. Most, hogy a hátunk összeért, szerintem bevésődtünk egymásnak. Ja, meg ez is klasszikus ebédlőjelenet, hát ez is hibátlan, igen. Akkor így rámaszatolja a tök főzeléket. Nem is néz ki a rosszul, menj már, én nem a börtönbe akarok. Hát még ilyen pite is van, menj már. Jobb, mint a mi ebédünk most. De egyébként tényleg, szerintem nem is kell lesz nekem ebben a játékban. Lehet. Elviszem a kajámat, leülök mellé, és a tiédet is elszedtem. És itt most egy kicsit el akarnak minket kapni, de így próbálok. Ajaj, egyre pirosabb volt a felső rész. Igen, és próbálok ilyenkor így kivédeni a dolgokat. És hát ez is egy klasszikus jelenet, most azért előttek minden klisét nem egy, tehát a börtön udvari verekedés, utána a étkezőbeli verekedés, akkor a gonosz igazgató beszéde, és most a klasszikus jó nővér, ugye. Megjött a nővér, aki összeszemez a 6 hónapos börtöntöltelékkel. Majd észrevesszük, hogy ott hagyott egy csavarhúzó. Jó állapotban vagyok. Na most kezdődik már, várjál, gyere vissza. Nekem most, ugye először is, ugye, ott még nem, azt nem kell, ott írja felül, hogy segítsek neked, te meg szerezd meg ugye a csavarhúzót. Jó. Tehát nekem most el kell jönnöm a nővért,
ahhoz, hogy levegyem rólad a figyelmet. Figyelj, jön a nővér, addig te bújjál, hájd, ez az. Na, de igazából én azt gondolom, hogy most kezdődött el a játék. Így van, így van. Na, és már nem is látja, hogy ott vagy. És most nekem le kell valahogy kötnöm a figyelmét, gondolom valami beszélgetéssel. Jó, csak hol van, hol volt ez a, hogy hívják? Csavarúzó? Ott a sárga mutatja ezt, nem jó rejben mész. Jó, csak ott van egy rendőr, aki éppen szeretne kávét inni. Hátod? Aha. Vagy megpróbálok kérni vizet, mert még az előbb azt lehetett kérni. Ajaj. Most elment a rendőr. Jó. És jó leszek. Most elmegy a rendőr. Jó. Hol volt ez a túl? Ott még tovább a sárga mutatja. Ó, Istenem. De ott van, ide ment be a rendőr. De hogy fogok visszajutni egyébként? Engem még az zavar. Hát ez jó kérdés, de rajta vagyok a nővérnek a lekötésén még mindig. Én ezt vállaltam. Ez az, nézd. Hopp. Látod? Kopogtam az őrnek. Aha. Most mehetsz. Mennék én, apa. Ez az. Hát igen. Jó, figyelek, próbálok valahogy. Csak hogy jutok vissza? Az még egy jó kérdés, mi? Most jó vagy még, várjál, nézem az őrt. Várjál, az őr most elindult. Elindult felém, akkor gyere, 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 gyere. Ki fog menni? Gyere, gyorsan, jó, gyere. Jó, hangjál el. Ja, itt a nővér, várjál, vigyázz, lehet, hogy átlát ide, várjál. Kérek tőle ételt, mit szólsz? De gyorsan, mert félek, hogy visszajön a... Jó. Oké, ügyes, vigyázz. Akkor most visszabújjuk oda. Ott jössz, látom, hogy jössz. Na. Várj, oké, és ide jön a nővér, várjál, nézzük. Ide jött a... Háttal van nekem? Igen, gyere vissza. Gyere vissza, aha, gyere, gyorsan. Ágyba. Kész. Hú, rendesen izgultam. Hihetetlen, hogy mindig én viszem a piszkos munkát. Te meg csak ott, hogy ilyen púposkodsz az ágyban. Ilyen típus, ilyen csillagy púposkodsz. Ha nem kopolk át, akkor nem csak került volna, maradjunk ennyibe. És most valamikor vissza kell nekezzel a csavarhúzóért, ami kint lakva a párkányra. Szerintem ledobta a tetőre. Ha? Hát így félig meddig. A chips mellé. A chips. Tényleg mindezett ki. Minden játékban kéne egy kiberma opció, amíg ilyen gyorsított felvételek esetére. Én már szerintem elérem a izét a... Na várjál, nekem közben visszajött az emberre, meg jó, hogy gyorsan felvesztem. Hopp, megvan a reszelő. Csak óvatosan, mert közben visszajött az ember. Oké, óvatos vagyok, de megvan a reszelő. Jó, akkor szerintem csináljuk azt, hogy most... De megvan a reszelő. Jó, azt örülök neki, csak de... valahogy le kell, hogy másszál onnan, úgyhogy én azt mondom neked. A reszelővel? Ne, figyelj, csináljuk azt, ne gyere le, de várj, de nem, itt még le tudok jönni, de ott el tudok menni fölül. Én azt fogom csinálni, szerintem, hogy elkezdek fel most, és összetöröm megint. Mit szólsz? Hát vagy bármi más módon, ott azt az ört kéne neked elszedned, nézd. Nem azt, hátad mögött, fordulj meg. Még egyet? Aha. Azt. Beszélgessek vele egyet? Próbáld meg. Na, itt mondasz a... De most jó. Aha. Oda kell adni neki. De miért? Hát nem tudom, az a feladatom. El is vitte. Ennyi volt az egész. Endre, én azt gondoltam, hogy mi barátok leszünk, és helyette te, amíg én elmentem. Addig fedek. Összejöttél fel. De várj, de megint itt jön Fred. Most jönnek a József Attila kötetek. Igen. Hopp. Nézzük, mi lesz benne. Figyelj, ki lesz vágva belőle a papír. Igen, de hogy... Ott de várjunk, de ez most miért... Csavarhúzó, papító, azért, hogy lecsavarozna, hogy WC-csészet. Azt értem, de miért kellett ez ahhoz, hogy ide bekerüljön? Lehet, hogy mi nem tudtuk volna behozni, hát csak lehet, ő... Fred az egy ilyen belső, ő a könyvtáros csáva, és ő a könyvön keresztül be tudta hozni. Az lehet. Na, és nekem most figyelnem kell. Mi te megszöksz? Lát, hogy megint én vagyok. Hopp, jön az őr, figyelj! Jön jobbról az őr. Mi csinálja? Hagyd abba. Jó. Cancel. Jó. De most nem hagyjam. Nem, dolgozz, nem egyszer le vagyunk, hülye vagyok, dolgozz. De az itt, hogy egyszer lába vagyunk. Igen. Hát egymás mellett vagyunk, jó elősen. Jó. Csak jót akartam. Minden rendben? Most igen, jön a jobbos, de még csináld, mert még fel tudom tartani. Így van. Meg egyszer el is tudom tartani még egyszer majd. Jó, akkor én itt már kijutottam. Aha. Hát azért ez még... Hagyjam abba? Ne, beszélek vele. Inkább abba vagyunk, küld el. Rendesen izgulok, úristen, ez jó ez a játék. Tiszta Michael Scofield.
Na, küldd át ide hozzám, vakerek most megint ugye azt mondtam neki véletlenül. Mennyi, még el sem indult az őr, nyomjad. Na, de miért mindig én csinálom a piszkos munkát? Na, neked van a csavarhúzód, vagy ezt előre. Rendesen szedem szét a falat. Ó, gyerekek. Gyorsabban? Hát nem tudom menni gyorsabban. Jön az őr. Á, ez még meg lesz, nyomjad. Meg lesz? Nem lesz meg, nem lesz meg. Nem lesz, meg lesz. Meg kell, hogy legyen. Nem lesz meg. Meg kell, hogy legyen, könyörg. Rohadt, tudod, hogy nem lesz meg. Ah, itt vagyunk, Jugi, alszom, öreg. Már megy a hasam. Mindig azt látja, amikor megőszi a WC-t, hogy itt felállsz. Mindjárt mondom, figyelj, és mehetsz. Gyerünk. Nem, jön megint. Nem viccelek. Velem vagy, vagy jelenem. Hát de jön megint. Hát nem igaz már, hogy egy börtön őrködik. Azért ez egy kicsit bosszantó. Csak ne kelljen az elejétől. Jó, nem kell az elejétől. Jó, király. Szerintem nem hallja a hangot? Nem, azt nem. Ez se? Oké, okay, végeztünk. Oké, okay, és most oda kell adnod nekem majd azért a cuccot. Ne, gyere vissza! Hova? Hát ide. Ja, hogy ilyen gyorsan adja meg. Aha, adjad, jöhet. Ennyi. Taradaradara. Most neked kell őrködnöd. Nem áll. Őrködj. Hát de én aludni akarom, mert fáradt vagyok. Jó, gyere ki. Nem. Gyere ki, mert ott van. Gyere ki, jövök mert ott már, van. Jövök már. Gyere ki, kérlek. Yeah. Jó, biztos, hogy... Nem volt feltűnő, hogy visszatoltál egy WC csészét a falhoz. Na, és akkor... És akkor lassan dolgozol, nem? Dehogy, sokkal gyorsabban dolgoztam, mint te. Hát figyelj, be kell valljam, te tényleg gyorsabb vagy, mint én. Van egy taktikám az a... Mint a túl pötyögtetés. Fú, én leizzadtam, rendesen izgulok. Nem jön a jobb oldali? Nem, is érdekel. Tehát maximum te buksz, én nem bukok feled. És mehetünk, ez kép. De tényleg, innen már ki is megyünk ma éjjel? elég gyors. Hát nem teljesen, nem csak. Eljött valahol jusson. Ó, és kikapcsolják a lámpákat. Tényleg? Mármint kikapcsolják ki a lámpákat. A név szerint nem tudom. Név szerint? Na, és hát kikerültünk egy ilyen szerviz folyosóra. Visszahúzzuk a WC-csészét. Egyébként, hogy miért van a WC mögött egy ilyen, ezt nem tudnám megmondani. Igen, senki nem tudna megmondani. Igen, ezt nem tudnám megmondani. Még órákig tudnánk ezt játszani, én azt gondolom, hogy álljuk mindenkinek, nem? Akik ki le tudnak ülni ketten, mert nagyon hangulatos. Tényleg, aki szereti a szökéses vagy a börtönös filmeket, vagy ezt a börtönvilágot, annak egy ilyen rendkívül jó életérzést ad vissza. Így van. Úgyhogy még szerintem mi is folytatni fogjuk, de addig is sziasztok. Én úgy izgulok, hogy le is izzadtam. De azért nagyon nagy királyok vagyunk, nem? Azért itt ülünk a képernyő előtt, és így... Mert se gondolunk, hogy milyen nehéz lehet ott bent.